Sziasztok! Gémes Tibor vagyok, ez pedig itt a Gémes Kárfotó blog YouTube csatornája. Sikerült egy olyan fél órára körülbelül megkaparintani itt a mögöttem látható új elektromos Renault Megane E-Tech-et, méghozzá a legmagasabb felszereltségi szinttel, ez a 60 kWh-s aksival felszerelt 220 lóerős Iconic változat. Gyorsan körbenézzük, hogy mit tud. Gyertek velem, nézzük meg együtt! Először gyorsan nézzük meg az autót kívülről. Ugye ez az első Renault, ami már ez az új márkajelzés látható. Elég impozáns kívülről az autó. Egyébként ahogy látjátok, meglehetősen rövid, mindössze 4,2 méter hosszú, viszont jelentős 2,7 méteres, majdnem 2,7 méteres tengelytávja van. Ugye a kerekek teljesen a sarokba vannak tolva. Ugye az autó méretéhez képest elég jelentős a beltér. Kinyitom a csomagtartót, azt is megnézzük. Ugye elektromosan nem nyitható, manuális. Viszont az autó méretéhez képest egészen normális 440 literünk van. Szép itt ez a nagyméretű spoiler rajta. 20-szolas felnik, elől-hátul tárcsafékek. Ugye itt hátul más Renault modellekről ismert kilincs van, ugye itt gyakorlatilag így a C-oszlopba integrálva. Elől pedig a több elektromos autóról is ismert kilincsek, ezek viszont így maguktól kinyílnak, amikor kinyitom az ajtót. Természetesen kulcs nélküli nyitás-zárás indítás van. Ilyenkor a Renault-tól megszokott üdvözlő hangok, üdvözlő fények. Előttem itt ahogy a kormány mögött is van egy szép nagy érintő kijelző, illetve itt is van középen egy óriási érintő kijelző. Bőrbelső, elektromosan állítható masszírozós ülések. És mindenféle vezetés támogató rendszer, ezt majd elmondom kicsit később. Ugye a Harman Kardon prémium hifi ehhez a legmagasabb felszereltségi szinthez szériában jár. Üljünk be gyorsan magunk mögé. Én ugye 186 centi vagyok, vezetőülés rám van beállítva. Szintén az autó méretéhez képest, ugye említettem, hogy 4,2 méter hosszú. Itt azért egész jól el lehet üldögélni. Hát a térdem az ippeg nem éri el az első ülésnek a háttámláját. Sötét tetőkárpit, ami a dizájnnak jót tesz, térérzetnek kevésbé. A fejemnek viszont van hely. Hátravezetett szellőzés van, ezt itt nagyon nem cifrázták. Befújás erősségét tudom állítani, meg van két USB-C ajzat. Természetesen a két szélső ülésen izafixek. Ami viszont érdekes, hogy semmilyen könyöklő-könyök támasz nem jutott ide. Egyharmad-kétharmad arányban dönthetőek a hátsó ülések. Üljünk be előre. Itt azért bőven több mindent lehet mutogatni, meg elmondani. Kormány közepén szintén már ez az új Renault jel van. Itt természetesen 4 elektromos ablak, elektromos tükörállítás, behajtódó tükrök. Van autóhold is.
rengeteg temérdek vezetés támogató rendszer, nyilván ez felszereltségi szint függő. Be is indítom az autót. Az ülést itt most magamra állította egyébként, mindent megjegyez. Kormányon ugye tempomat, limiter, az adaptív tempomat az viszont még az Iconic felszereltségen is feláras. View, itt ugye a nézeteket tudom állítani. Teljesen Google alapú, ugye ez az új AirLink szoftver operációs rendszer. Itt, tehát itt ugye látjátok a Google Maps, ugye az alapértelmezett térkép, a navigáció. Van itt egy kedvencek gomb, ami programozható. Nekem éppen a kamera van ráprogramozva, de erre tényleg bármit rátehetünk. Multisense gomb, ugye ez más régebbi Renault modellekből is ismerős lehet. Itt ugye az Eco, Comfort, Sport, Personál különböző beállítások között tudok váltani. Van néhány fizikai gombunk, de itt igazából ugye a klímát, szellőzést tudjuk ezzel állítani. És akkor itt van ugye ez a szép nagy érintő kijelzőnk, és hát itt aztán temérdek mindent tudok állítani. Autó beállításai, ugye innen is elérem ezt a multisense-et. Egyébként sok más rendszerrel összehasonlítva, és ez az autónak tényleg az egyik erőssége, hogy ez nagyon intuitív, nagyon könnyen kezelhető, nagyon egyértelmű. Ugye 360 fokos kamera van az autóban. Itt ezt tudom minden, hogy állítgatni elől, hátul, oldalra, sőt ez a 360 fokos, itt így tudom forgatni, körbenézni az autót. Akkor ugye itt az alkalmazások, vezeték nélküli Apple CarPlay, Android Auto, van Play áruház, ugye a YouTube Musicot is le tudom tölteni. Nyilván a Play áruházból bármit nem lehet letölteni az autónak a rendszerére, inkább ilyen zenehallgatással kapcsolatos applikációkat, meg az autóval kapcsolatos applikációkat tudom. Itt van ugye az én telefonommal is össze van kapcsolva. Itt van ugye a Waze, is tökéletesen működik. Ha a Navi, akkor ugye a Google Maps jön be, Google segéd, tudok ugye hozzá beszélni. Úgyhogy az iPhone-ommal van összecsatlakoztatva, így is ugye működnek minden Google szolgáltatás, ott van az én Google profilom, illetve egy úgynevezett Renault-s alkalmazással is össze van kapcsolva az autó. Azról kívülről tudom a töltést vezérelni, a klimatizálást vezérelni, lehet ugye előre programozni mindent, úgyhogy azért ez tényleg egy nagyon jó kis rendszer, ez tényleg az egyik ilyen erőssége az autónak, de levegőminőségét tudok légtisztítást bekapcsolni, vezetés segítő rendszer, ugye temérdek van benne, követési távolság, holtérfigyelő, járművezető éberségét figyelő rendszer, sávtartó, fejlett biztonsági, ezek mindent be tudok állítani. Nyilván gyönyörű a kijelzőnek a képe, kontrasztos, jól látható napsütésben is. Természetesen van ugye ülésfűtésem az első két ülésen. Az ülések elektromosan állíthatóak, masszírozhatóak, megnyomom itt az ülés bal oldalán a gombot, itt szépen be tudom hozni az ülés könnyű beszállás funkcióját, menteni tudom a vezetési testhelyzetet, masszást tudok kapcsolni magamnak, mondjuk egy relaxáló masszást, úgyhogy így a fedélzeti rendszer egészen rendben van. Még egy érdekesség, ugye a tükör, itt látjátok kamerás a tükör, egy ilyen széles látószögű kamera van hátra beépítve, és annak a képét mutatja. Illetve, hogyha lebillentem, akkor pedig hagyományos tükörként működik. Belül gyorsan körben mutatom az autót. Egészen prémium anyagokat használtak az utastérben. Nyilván bőrkormány, a Harman Kardon Hifinek a hangszórói, ez a faszerű betét is egészen jól néz ki. Szépek ezek a krómozott felületek, bár eléggé gyűjtik a koszt, bár mondjuk kevésbé, mint a zongoralak.
van egy vezeték nélküli telefontöltőm, pohártartó, itt ugye állítható a középkonzol, ami szépen szintén be van bőrözve, illetve valahogy ki is lehet nyitni, igen, és akkor itt van benne egy tárolóm, megvan ugye ez a lebegő középkonzol, ott is van egy nagy tároló, meg jól elrejtve egy 12 voltos csatlakozó, és a Type-C csatik pedig itt vannak elől a könyöklőben. A külsőről, illetve a belsőről nagyjából elmondtam mindent, most guruljunk egy kicsit az autóval, és megnézzük, hogy milyen menet közben. Ugye az új elektromos Megánból, vagy Megán 100% Electric E-Tech, nevezik ezt mindenhogy, háromféle felszereltségi szint van, egy alap közepes legmagasabb, ugye ez a legmagasabb az Iconic felszereltség, ez a tesztautó, és kétféle változat van alapvetően, van egy az EV40-es, az 40 kWh-s aksipak van benne, 130 lóerős teljesítménnyel, és van akkor ez a nagyobb, erősebb, 220 lovas és 60 kWh-s aksipak van benne. Sajnos nincs olyan változat, pedig jó lenne, mert igazából egy ilyen városi vagy átlagos használatra, sőt, akkor azt mondom, hogy városon kívülre is, hogy mondjuk lenne ugye a kisebb teljesítményű, de nagyobb aksipakkal, ilyet nem tudunk választani. A két változatnak egyébként VLTP szerint körülbelül 300 és 400 kilométer a hatótávja, ugye a kisebbnek 300, a nagyobbnak 400. Nyilván, hogyha a kisebb teljesítményű lenne ugyanezzel a 60 kWh-s aksipakkal, akkor azzal akár lehetne egy 500 kilométeres hatótávunk. Ez sajnos nincs meg. Ezzel kell együtt élni, ebből kell dolgozni. Nyilván, ha hatótávot nézzük, akkor így ez az EV60-as egy jobb választás. Még egy komoly különbség van a kettő között. Ugye a 22 kW-os töltést ugye azt váltóáramról tudja mind a kettő, és akkor a kisebbet 85 kW-tal tudjuk gyors tölteni, ezt az Optimum Charge-nak nevezett erősebb, nagyobb verziót pedig akár 130 kW-tal is tudjuk gyors tölteni. Ilyenkor 1 és 1 negyed óra alatt akár feltölthetjük nulláról majdnem 100-ra az akkumulátort. Úgyhogy azért ez egy elég nagy fegyvertény. Ugye a három felszereltségi szint közül inkább a középső és a magasabb jöhet szóba. Ugye a belépő modellnél, ami olyan 14 millió fölött indul valamivel, ott még manuális klíma van, meg hát rengeteg minden hiányzik az autóból. Tehát ha egy ilyen modern elektromos autóról beszélünk, ott azért bőven hagy kívánni valót maga után. Az is igaz, hogy ez az Iconic legmagasabb felszereltség, ezzel az erősebb verzióban pedig már alulról közelíti a 20 millió forintot. Ugye ez a konkrét tesztautó is több mint 19 millió forint. Ugye itt benne van ugye ez a két tónusú fényezés, illetve ez az Augmented Vision nevezetű csomag, ami még 550 ezer forint. Ez hozza magával például ugye ezt a kamerás belső tükröt, illetve még néhány komolyabb vezetéstámogató rendszert. De ha például szeretnénk az adaptív tempomatot, az még egy feláras csomag, és akkor itt tényleg elérkezünk egy ilyen 20 millió forintos ársávba, ahol azért már egy elég komoly konkurenciával kell megküzdeni a Renault-nak. Szeptember 5-től indul egyébként egy elég komoly országos reklámkampány az autóra, nagy rotációban játszott tévéhirdetésekkel, hát meglátjuk, hogy mennyire fognak az emberek ráharapni. Sokat gondolkoztam azon, hogy ki lehet ennek az autónak ugye a célközönsége. Nem egyszerű megmondani, nyilván a modern trendekre fogékony fiataloknak is lehet az autója, nyilván gazdagabb fiataloknak az autója, tekintve a vételárat, de mondjuk egygyerekes családoknak is egyébként, akik nem utaznak nagyon gyakran külföldre, simán jó lehet. Ugye mondjuk ezzel a 400 kilométeres VLTP hatótávval azt mondom, hogy mondjuk, ha úgy tervezem az utazásokat, hogy ugye egy olyan applikációval, ahol be lehet tervezni, hogy gyors töltőknél megállok, nem megyek annyira messzire, tehát azt mondom, hogy mondjuk egy Horvátországot azért kisebb kompromisszumokkal be lehet vállalni,
belföldön meg abszolút elegendő lehet ez a hatótáv. Nyilván kompromisszumokkal, tehát nem 150-nel fogunk veretni az autópályán, de ha mondjuk megelégszünk egy 120 km/órás átlagsebességgel, akkor így kompromisszumokkal jól használható. Hát egyébként meg a hétköznapokban, városba, vidékre, országútra meg ugye bőven elegendő ez a hatótáv. Ugye gyakorlatilag 0, 1, 2, 3, tehát 4 fokozatban állítható az autónak a visszatöltése. A nulladik fokozatban gyakorlatilag semmilyen visszatöltés nincsen, így hagyja igazából vitorlázni az autót. Ha pedig a legerősebb fokozatba kapcsolom a visszatöltést, akkor szinte majdnem egypedálosan vezethető az autó. Beszéljünk a komfortról, illetve a futóműről is. Nem kicsi 20 szolos kerekek vannak ez a konkrét autó alatt, ennek ellenére ez az utazási, rugózási komfortja nagyon kellemes, jól elnyeli az úthibákat, belehuppanunk ilyen kátyukba, csatornafedelekbe, teljesen kultúráltan kirugózza. Nyilván mondjuk a kisebb 18-as felnivel ez még kényelmesebb lehet. Autópályán nagy tempónál most nem volt lehetőségem kipróbálni az autót, de ez a 70-es, 80-as tempóig tényleg síri csend uralkodik az autóban. Szélzaj, abszolút semmi nincsen, nagyon jól szigeteltek az ajtók, az ablakok, a külvilágból szinte semmi nem hallatszik be, kerékzaj is egészen minimális. Én nem vagyok oda a klímáért, de ebben nagyon kellemesen, szinte majdnem húzatmentesen tud szellőztetni, jól be lehet állítani, jól működik ugye az automata üzemmódja is. Azt ugye már említettem, hogy van benne ülésfűtés, több fokozatban állítható, illetve van kormányfűtésünk is. A kormánynak a mérete megfelelő, a bőr jó tapintású rajta. Nekem egyetlen problémám van vele, hogyha ugye szeretném ebbe a 9 óra 15 percben fogni a kormányt, akkor itt pont útban vannak ezek a kapcsolók, így egy kicsit kényelmetlen. Lehet itt följebb fogni a kormányt, így se rossz egyébként, de ha itt így szeretné ebbe a klasszikus pozícióban fogni az ember a kormányt, akkor itt tényleg útban vannak ezek a kapcsolók, bár legalább nem tudom véletlenül megnyomni őket, úgy mint mondjuk az 508-as Peugeot-ban például. És hát a menetteljesítmény 220 lóerő, elektromos autó, nyilván ez a maximális nyomatékunk a nulláról megvan, abszolút nem lehet rá panasz. Ugye nem beszéltem ilyen eco módról, meg ilyen brake üzemmódról, stb. Ugye a visszatöltés erősségét az előbb említett módon tudjuk állítani, és ugye a Renault-ból már régóta ismert multisense beállításokkal tudjuk gyakorlatilag sportmódba, vagy komfortmódba, vagy neutrálba, vagy akár teljesen személyesen tudjuk konfigurálni ugye az autónak, hogy a gázreakció, kormányzás erőssége, stb. Ezzel tudunk gyakorlatilag váltani az üzemmódok közül, tehát ha takarékosan szeretnénk vezetni, minél spórolósabban, hatótávra kihegyezve, akkor bekapcsolhatjuk ugye az ECO-t. Nyilván ilyenkor ugye változik itt a műszerfalnak is a rajzolata, de egyébként például personál módban ezt is teljesen személyre tudjuk szabni, hogy én mondjuk ECO módban szeretném használni az autót, viszont a sportmódnak a kijelző állása tetszik nekem a legjobban. És hát ha meg benyomjuk sportmódba, akkor pedig ugye jöhet a megőrülés. Mindenre van elég erőtartalékunk. 7,5 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100-ra. Ez az erősebb változat. Hál' Istennek vannak fékek az autó alatt is, tehát a lassulás is jelentős. Ami vicces, ugye sportmódban még ilyen G-mérő, ilyen gyorsulásmérőnk is van. Oldalgyorsulást is mutat. Ez nagyon fontos egy elektromos autóba, de ha kérdezik, ez is van. Utcai autóhoz képest egyébként tényleg elképesztően gyorsul az autó. Például nedves aszfalton, már akár enyhén nedves aszfalton is gyakorlatilag ezt a nyomatékot lehetetlen normálisan levinni az útra. De először próbáltam az autót, pont eső után voltunk. Hát sportmódban egy ilyen negyed gázadásra is folyamatosan elpörgött az első kerék.
száraz aszfalton viszont abszolút meg lehet őrülni az autóval. Ebben a futómű is partner, nagyon jól kanyarodik az autó egyébként, stabil, jól fekszik az úton, de még száraz aszfalton is meg tud nyikkanni, elképesztő sebességekre képes. Most már inkább nem is mondom, természetesen kizárólag 50-nel mentünk. Tehát azt tudom mondani, hogy igazából kisebb egy vagy esetleg két gyerekes családoknak teljesen ideális lehet. A 440 literes csomagtartóban sok minden elfér. Egyébként a csomagtartó alatt van egy egész nagy tárolórekesz, ahova például a kereszt csomag vagy a töltőkábelek simán beférnek, úgyhogy nem hánykolódnak a csomagtartóban. Így teljesen ki tudjuk használni a 440 literes csomagterünket. Ha pedig apuka egyedül utazik és ahhoz van kedve, akkor abszolút meg lehet őrülni az autóval. A sebesség egyébként a két autónak limitálva van, tehát a kisebbnek 150 km per óra a végsebessége, ennek a nagyobb EV60-asnak pedig 160 km per óra. És hát ahogy már ezt is részben említettem, a vezetéstámogató rendszerek garmada van benne, tehát a holtérfigyelő, járművezető éberségét figyelő rendszer, sávtartó rendszer, követési távolság figyelő és követési távolságra figyelmeztető rendszer, megelőző figyelmeztetéseket be lehet állítani, hogy korán, normál vagy későn figyelmeztessen ugye az elettünk haladóra, aktív észfékező rendszer, tehát ilyen szempontból is nagyon jól föl van szerelve az autó. Van automatikus parkolóasszisztensünk, ugye ezt a klasszikusan tudja, hogy a párhuzamosan kiállás-beállás, illetve ez a 90 fokban beállás. Van sávtartó segéd, és amit nagyon szeretünk, hogy autóhold is van, ami ugye ki és bekapcsolható. És természetesen egyébként minden, ami az autóban van, különböző feature vagy vezetéstámogató rendszer, hál' Istennek ki és bekapcsolható is. Tehát ha valamit nem szeretnénk használni, akkor nem vagyunk semmire rákényszerítve. Én viszont vissza is érkeztem a telephelyre. Azt hiszem nagyjából mindent elmondtam a Megáról, amit el lehetett. Ha van bármi kérdésetek, az hozzászólásba tegyétek föl, igyekszem válaszolni. Vagy írjátok meg, hogy nektek hogy tetszik az autó, láttatok-e már ilyet élőbe, esetleg voltatok-e már valami tesztvezetésen, mi a véleményetek róla, nektek hogy tetszik. A következő videóban pedig találkozunk. Sziasztok!